Én azt tapasztaltam, hogy a férfi-női kapcsolatokat is, a barátságot is nem a szeretet, hanem a szolidaritás tartja össze. A szolidaritás. Ez egy nagyon nagy kötőerő és biztonságot adó erő az életben, ha én tudom, ha egy ember szolidáris velem. Na most mit jelent a szolidaritás? Azt jelenti, hogy én belekerülhetek nevetséges helyzetekbe. Magamra öntöm a pezsgőt egy pártin vagy egy fogadáson. Mindenki röhöghet, feleségem nem. Nem nevethet ki komikus helyzeteimben. Mert az egy súlyos megsértése a szolidaritásnak, ha vihog rajtam. Második. Nem barátkozhat olyan emberekkel, akik velem nem állnak szóba. Ilyen nincs. Hogy ők vaterkázik, jóba van emberekkel, akik engem utálnak, akik engem semmibe vesznek, megvetnek. Ez egy másik súlyos vétség a szolidaritással szemben. Ezt se lehet megcsinálni. Ezek mind tönkrevágnak egy kapcsolatot. És a harmadik, amit el szoktam mondani, az az, hogy vétójoga van egy embernek, még a legszorosabb szerelemben is, a házasságban is, a barátságban is. Tehát addig él egy kapcsolat, amíg él egy jogom, hogy azt mondjam egy másik embernek, te ezt ne csináld, mert ez nagyon fáj nekem. Ez nagyon rossz nekem. És akkor abba kell hagyni. Akkor abba biztosnak kell lenni a másiknak, ha kimondja ezt a vétót, az illető respektálja és abba hagyja. Ha már nem érvényes, azt meg kell mondani a partnernek, hogy te már nincs vétójogod az életemben. Ne legyenek illúzióid. Még akkor is vihető a dolog, de ezt tudni kell a másik embernek, hogy már nem számíthat rá. Ilyen és szolidaritási értelemben. De ezzel a vétójoggal nem lehet hetente élni. Egyszer az életben, vagy kétszer. Nagyon nagy ügyeknél lehet azt mondani, hogy kérlek, ezt ne. Ez fáj. Túlságosan rossz. Persze lehet az emberi kapcsolatokat boldogság és boldogtalanság szempontjából egyszerűbben is nézni. Azért egyik mesteremnek, Füst Milán nevű írónak volt egy megjegyzése, és azt mondta nekünk mindig, hogy gyerekek, a házasság, a férfi-női kapcsolat az négy lábú asztal. Bármelyik lába hiányzik, vagy rövidebb, vagy hosszabb, mint a másik, sántít az egész és fölborul. Mi ez a négy láb? Első mondta a Füst Milán, hogy az életstílusnak azonosnak kell lennie, vagy legalábbis közelállónak. Tehát ha én szeretem a téli sportokat, ellenben a partnerem utálja, mert ő a meleg strandolást szereti a tengerek partján, ez nem jó. Szóval, hogyha nagyon nagy differenciák vannak, az egyik a társaságot szereti, a másik a visszavonultságot. Szóval az életstílusuk nagyon különbözik, arra oda kell figyelni, mert ez egy napon ütközni fog, és bajt csinál. Második. Azt mondta Füst Milán, persze, szeretni is kell egymást. Hát erről beszéltünk. El kell fogadni egymást. Tehát én a szereteten azt értem, hogy én elfogadok egy másik embert, vagyis rájövök arra, hogy nem lehet trancsírozni egy embert, az a borjúcomb. De embert nem lehet, hogy ezt elfogadom belőled, ezt nem. Nem szétszabdalható egy ember. Vagy elfogadom, és akkor az egészet elfogadom, a nekem nem tetsző negatívumokat együtt, vagy nem fogadom el egy részét, akkor szét fogunk menni. A szétdobja a kapcsolatot. Nőkben különösen van egy olyan hajlam, ahogy én megfigyeltem, hogy egy csomó nőnek nagyon tetszik a zabolátlan, vad,
sajátosságokat mutató férfi, szóval szeretik a leopárdot. De amikor hozzámennek, elkezdik szelídíteni. Elkezdik szelídíteni. És ha jól sikerül a szelídítés, akkor lesz belőle házias juhászkutya. Na de kinek kell egy juhászkutya, mikor ő a leopárdot szereti? Ez egy nagyon veszélyes játék. Az asztal harmadik lába a szex. Szexuálisan össze kell stimmelni, nincs mese. Ez nem elhatározás kérdése, ez megint egy olyan rejtélyes kérdése a pszichológiának, mint a szimpátia és antipátia. És a negyedik lába, ahhoz még a mutató ujját, igaza van, fölemelte Füst Milán, és azt mondta, hogy és a házasság, gazdasági kapcsolat is, el ne felejtsétek. Mert ugyanazt mondják a romantikusok, hogy a nyomor nem öli meg a szerelmet, ezzel szemben megöli.